Nagy Darina korábban a Munkaszociális és Családügyi Hivatal Komáromi Kirendeltségének igazgatójaként dolgozott, a Dunaszerdahelyi Munkaügyi Hivatalban igazgatóhelyettes volt, valamint menedzserként több nemzetközi és országos projektet is irányított. A közszférában végzett munkájának köszönhetően jelentős tapasztalatokkal rendelkezik. Nincs rajta, benne, amit küldtek nekem a dátum, amikor tegyük nyilvánosságra. A városi hivatal új vezetője a megoldandó feladatokat egyezteti a kollégákkal. Célja, hogy a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal ügyfél és lakosságbarát legyen. Bizonyára lehet javítani, és célunk is közösen a kollégákkal javítani a szolgáltatások minőségén. Tehát, hogy amikor az ügyfél hozzánk bejön, és akármilyen kéréssel fordul felénk, akkor tudjunk olyan kielégítő választ adni, hogyha nem is pozitív az elbírálás, de megértse, hogy miért döntöttünk úgy, ahogy. Ez az egyik. A másik pedig, ugye tudjuk, hogy az önkormányzatoknak egyre szélesebb a kör, a kompetencia, amivel kell foglalkozni, és nem mindig van másik oldal, pedig állami szinten bebiztosítva a forrás ezekre a tevékenységi körökre. Úgyhogy itt mindenképpen a célunk az lesz, hogy próbáljunk Európai Uniós forrásokat, eszközöket behozni, lehívni, megpályázni, és azáltal is még fejleszteni tovább a várost és a működésünket. A hivatalvezető arra törekszik, hogy kellemes légkört alakítson ki a munkatársak számára. Szeretné, hogy a hivatal olyan hely legyen, ahol az alkalmazottak szeretnek dolgozni, az ügyfelek pedig elégedettek.